Két kategóriába hirdettük meg, általános iskola felső tagozat és középiskolás kategóriába. Az általános iskolásban 7-en neveztek, a középiskolásban pedig 15-en. Ami örvendete számunkra, hogy minden középiskola képviselteti magát el, amely a városban létezik, mindegyik középiskolában vannak szavalók, és a legjobbak azok tovább jutnak a vasárra rendezendő országos a Nagy Gáspár versenyre. És ugye ez versiskolza, mondózás is. Így van, így van. Tehát az egyiknek Nagy Gáspárnak kellett tennie, a másik szabadon választott. Így van, a szabadon választott 20. századi, most teljesen rájúkoztuk. Több éven keresztül volt valami évfordulóhoz kapcsolódó, de ide úgy gondoltuk, hogy ez a hatak szélesebb ugyanoskál, ezért inkább 20. század. Kik leszik a zsűri tagjai? A zsűri tagjai a zsűri elnöke Mihály Péter színész rendező, Hevesi Sándor színész tagja, Hegedűs Erzsébet, aki versmondó és népművelő, és Gyergye Rezső, a Vasvári Kultúrás Központ vezetője, ahol az országos elrendezvény zajlik, és ő egyébként a Nagy Gáspár Kuratórium tagja.